Na jó reggelt, sziasztok! Napsugaras, szép reggelünk van. Hihetetlen, hogy egy hete még itt esett az eső, meg minden ilyesmi. Ez valami eszméletlen. Na de most minden esetre egy gyönyörű, hétágra szóló sütő nap van meg, amit el tudtok képzelni. Itt vagyok a Szentendrei Dunaparton, nézzetek milyen gyönyörű szép. Előbb még a vadkacsák csoporttalálkozót tartottak, olyan hápogás volt, azt mondom, hogy fogtak valamit. Ebbe is itt holnak a kacsák. Hát nem tudom, szerintem valami csoportképzésre mehettek, mert itt nagy szárnyalás, itt leghátul látok egy-kettő dalig vannak. Na mindegy, majd visszajönnek ők ilyenek. A ma reggeli témára azt írtam be nektek, hogy miért, és ez egy jó kérdés. Ez így tegnap elkezdett mocorogni bennem, hogy miért is csinálja az ember azt, amit csinál. Miért van az, hogy ennyiféle ember belefog ilyen tevékenységbe, és mocogassuk kicsit ezt a témát. Szerdán, tegnap előtt volt egy nagy sikerű élő közvetítés, egy interjú gyakorlatilag. Ugye Vili Viktor barátunk, menedzser kollégánk három munkatársával levitte ezt az interjút, valami hihetetlen sikeres lett. Képzeljétek el, ma reggelig 1672 ember nézte meg szerda reggel ott, hogyha nincsen hirdetve, rendkívül sok embert érdekel. Én tudom javasolni nektek, hogy használjátok kontaktanyagnak. Múlt héten, szerdán a Sikerklubon, a mesterünkkel, Kajcsó Somogyi Zsolttal készített, Evereki Zsolti barátom egy interjút. Az 2000 valahány száz megnézésnél van, szintén több mint egy hét alatt, annélkül, hogy promózva lenne. Ugye a promózás nyilván az, amikor mi elküldjük másnak, az oké, csak nem fizetett promó, tehát nem hirdetés megy rajta. Rendkívül sok embert érdekel. És így ezek így mocorodtak bennem egy gondolat szinten. Tegnap autóztam egy nagyon szép helyre, Sajó Szentpéteren voltam. Hát pont egy macskaugrása van tőlünk, hogyha a macska nagyot tud ugrani Szentendéről. És a Misi barátom javaslatára egy nagyon szép úton mentem. Gyakorlatilag Eger, Bükki Nemzeti Park, és meg Szalajkapatak völgye természetesen. Itt van egy finom kávét a változatosság kedvéért. És úgy érkeztem meg Sajó Szentpéterre. És ott Misivel és Erikával nagyon jól beszélgettünk, és pont azt beszéltük, hogy mi régről ismerik egymást, tehát durván 17 éve, hogy ugye azóta ismerik úgymond a munkásságomat, mint a Foreveron belül ismerkedtünk meg, és arról beszélgettünk, hogy vajon miért csinálja most az ember. És akkor elkezdtünk nézegetni egy-két korosztályt, meg úgy ugye, közben is hagyaltam, miközben mentem így hozzájuk, és az egyik ez volt, hogy ha nézzük a fiatalokat, tehát ezt a 18-tól 25-30-ig terjedő korosztályt, mi is fiatalok vagyunk, a kicsit idősebbek, például félrejtés lenne, de mondjuk a pályakezdőket, ha nézzük, miért fog bele egy hálózatépítésbe valaki? Hát az helyzet, hogy nézzétek meg a Vili csapatnak a videóját, nagyon benne van. Hát nem nagyon van mit kezdeni érdemben. Tehát vagy elmész itthonról, és próbálsz esetleg sokkal alacsonyabb szintű, már bocsánat, munkával, mint amire képes vagy, valami pénzt csinálni, esetleg összeraksz egy más egzisztenciát, ez is egy lehetőség, és nem mondom, hogy ez egy rossz lehetőség, miért félreértés lenne. De azt mondom, hogy ma egy fiatalnak, egy pályakezdőnek a networking, a Forever Networking tevékenysége egy zseniális választás. Hát figyeljetek, közösségi médiával, online-offline vegyes munkával hihetetlen könnyű dolgozni. Pont arra beszélgetünk Misiékkel, hogy mondjuk a 10 évvel ezelőtti tevékenységet, ha nézzük, amit sikeresen műveltünk, miért félreértés lenne, hát azért a Forever akkora Magyarországon, amekkora, meg nemzetközi is amekkora, mert úgymond a kőkorszaki, idézőbb kőkorszaki offline módszerekkel nagyon nagyra építettük, tehát miért félreértés lenne, és mire bejött az online mód, volt miből még jobbat fejlődni. Jó, és arról beszélgettünk, hogy mekkora változás van. El tudjátok azt képzelni, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt webshop, amikor nem volt futár, nem tudtunk neten csatlakoztatni valakit, nem tudtál csak bizonyos üzleti szint után nemzetközileg szponzorálni, és az sem online történt. Az, hogy ma szívesen autózunk egy jó beszélgetésért, találkozóért, én tegnap vagy 5 órát autóztam ezért a találkozóért oda és vissza, lehet, hogy több is volt, mindegy. De mennyi minden meg tud neten csinálni? Nyilván nem ugyanaz, mint amikor szemében nézel valakinek. Na de jobb, mint hogyha nem találkoztok. Ugye azt tudom mondani a pályakezdőknek, hogy figyeljetek, ez a piac hihetetlen tud lenni. Ti lesztek a váltó nemzedék. Hogy majd tőlünk, nagy öregektől át tudjátok venni a piacot. Ha nézzük a 30-50 éves korosztályt, akik már alkalmazottként, vállalkozóként próbálkoznak, befutnak, nem befutnak, buknak, újra fölállnak, és a többi, és a többi. Meddig bírjuk? Meddig bírjátok?
meddig bírjuk a stressznek a darálását, meddig bírjuk a nem ideális munkahelyeket. Hogy Erik Wallis szokta mondani, hogy lehet arról vitatkozni, hogy a network marketing milyen és hogy van, mi nem mondjuk, hogy ez a legjobb, mert mondjuk azt, hogy tökéletes, egyszer jobb, mint más. És hogy Erik szokta mondani, ez egy megnyerhetetlen vita. Én nagyon szívesen beszélgetek emberkékkel, az a jaj, egy kis hálózatos vagy. Tényleg, beszélgessünk már egy kicsit, hogy mi is a hálózatosság. Volt egy ilyen beszélgetés, az nagyon király volt. Letettünk egy papírlapot, aki a beszélgetően nagyon szerette a papírlapos tollas verziót, és akkor egyik oldalra én írtam az előnyöket, másik oldalra ő írta az előnyöket. Vállalkozóval beszélgettem. És mondom, figyelj, te miért lettél vállalkozó? És azt mondta, a szabadságért, a pénzért, a jobb időbeosztásért, és a többi. Mondom, szuper, teljesen igazad van, nem szeretem, hogy beleszólnak az életébe. Szuper, teljesen igazad van. Mennyire valósul ez meg? Hát, hát végülis pénz van. Idő? Hát, ja, oké. Okay. Mennyit vagy családdal? Ezt hagyjuk. Mennyire vagy szabad? Szó-szó. Van olyan vállalkozó barátom, aki nem azért fogott ebbe bele, mert nincs más, tehát ez a tudat Duna helyett a hálózatba ugorjak bele, hanem azért fogott bele, mert kell egy olyan puszláb, ami nem a megszokott területén mozog, ahol eddig is dolgozott, hanem olyan területen van, ez valami sötét lettem egy kicsit, elsötétültem, hanem olyan területen mozog, ami nagyobb biztonságban tud lenni, megfordulok, hát hogy jobb lesz. Hát én nem látok semmit, na mindegy, majd valahogy összehozzuk. Na, akkor visszasítsülök ide a kikötő vakra. Szóval azért fogod bele, mert azt mondta, hogy kell egy plusz biztonsági láb. Ha valaki alkalmazott, és elérte a 30-35 évet, kopik ki a piacból. Nekem nagyon érdekes dolog volt, amikor átléptem a 40 évet, 10 évvel ezelőtt, azt mondta egy fejvarász barátom, hogy na innét nagyon nehezen tudnálak eladni a piacon, hiába nagy önéletrajzolt meg, és a többi, és a többi. Hát nem is vágyok rá, de ez valóban így van. Ha átlépsz a... Ja, még bocsánat, mi nem menjünk el előre. Hölgyeim! Mint élethelyzet, és ez nem korosztályfüggő, illetve valami szinte korosztályfüggő, de mint élethelyzet. Akkor valaki abban gondolkozik, hogy babát vállal, családot alapít. Mekkora függőség ez egy nőnek? Mennyire más megváltozott anyagi helyzet egy családba? És nehogy már a pénz határozza meg, hogy neked mekkora családod legyen. Hálózatépítéssel rendkívül sikeresek a kismamák, a várandós jövendőbeli kismamák, a családosok, hihetetlen jöhet művelni. Én is most nemrég beszélgettem egy várandós kismamával, 8. hónapban, 7.-8. hónapban, nem sokára jön a baba. És mondja, figyelj, addig építsünk valamit, amíg még jól tudunk mozorogni, utána is lehet természetesen. Aztán beszélt egy hölgy, akinek 1 éves a kisbabája, és mondta, figyelj, ezt a tevékenységet többek között nektek is találták ki. Mert 2 szopiszatás, 3 pelenkázás között nyugodtan lehet üzletet építeni, úgyhogy otthon vagy, éljen az online világ. Aztán, hogyha valaki túllépi a 40-et, és kezd kikopni a piacba, és halad az 50 felé, ugye én most ez a korosztály, én most töltöm augusztusban az 50. évet, nem nagyon kellünk a munkaerőpiacon. Nem mit el akarnám adni magam, miért félrejtés lenne. Ez a túlkorosak vagyunk, meg túlképzettek vagyunk. Fele annyi fizetése, mint amennyi az igényünk lenne, 3 fiatal farkas szívesen ráugrik a helyünkre, ugye? Ismerős a dolog. Nem, mint a munkaerőpiacban látnám a jövőt. De most gondolj bele, nem ez a helyzet? Egyre fáradtabbak az emberek, egyre nagyobb a stressz, egyre nehezebben tartják a munkahelyüket, a munkabíró képességüket, löveszik a nyomás rajtuk, szűnnek meg munkahelyek, automatizálódnak folyamatok. Hál' itt az ipari kornak, a 4. ipari forradalomnak. És teljesen megváltozik a világ. És vagy felveszi a sebességet, vagy nem. Nemrég beszélgettem az egyik családtagommal, és pont a nyelvismeret került szóba. Azért az 50-es, 60-as korosztály nem arról erős, hogy beszél egy vagy több nyugati nyelvet. Nem így tanítottak bennünket. És mondta, hogy hát ő nem is tudja, hogy meg tudja már tanulni. És mondta, figyelj, hogyha valamire arra kényszerítenének, mondjuk azt mondják, hogy a nyugdíjat innentől csak úgy kapod meg, hogyha 2 hónap múlva valamilyen szinten pöntjöksz mondjuk angolul, mert tanulnál, persze rá vagy kényszerítve. És mondom, magadért meg nem? Ez érdekes kérdés, nem? Ja, hát én sosem tanultam angolul, értem, hát ez a körülmény. Hát persze, mi oroszul tanultunk diákkorunkban, és akkor mi van? Nem, mint oroszul tudnék rendesen, mint firétés lenne. De kell változni, nagyon gyors a világ. És akkor eljutunk ebbe az 50-es, 60-as korosztályba, és ugye egyre nagyobb a népsűrűség. Képzeld, hogy Magyarország lakosságának jelentős része, több mint harmada nyugdíjas. Több mint 3 millió ember nyugdíjas korban van,
és ezeknek az emberek jelentős része nem akar eltűnni a süllyesztőbe. Valamit akar kezdeni az életével. Tehát Misi és Erikával erről beszéltünk, hogy figyelj, volt, ami volt eddig, volt az a fejezet, ami volt, lehet, hogy nem tetszik a könyv, ami eddig történt az életeddel, az életed könyve, itt az idő egy új fejezetet írni. Teljesen mindegy, mennyi idős vagy. Dolgozom együtt 70 éves emberekkel, így átképezték magukat. Van az EU-ban egy normatíva, 3L, lifelong learningnek hívják, élethosszig való tanulás, ami azt jelenti, hogy mindegy, mennyi idős vagy, képezd át magad, vedd fel a tempót. Nagyon javaslom neked Rolkütnek azt az anyagát, ez egy pár éves anyag már, amikor arról beszél, hogy milyen szinten öregszik el a német társadalom is, és mekkora problémát okoz. Szerinted, ha az egyik vezető gazdasági hatalomnak Európában ez gondot okoz, ez Magyarországon nem lesz gond, már most is az. De teljesen mindegy, milyen korosztály vagy, 18 és 130 között, hát most 132 első is nézed, nem akartalak megbántani, teljesen mindegy, milyen korosztály vagy, ez a tevékenység tud segíteni. A miért az, ami mozgatni fog benne? Az egészséged, a váltás, a gondolkodásmód, a többlábonás, a biztonság, a gyerekek, az unokák segítése. Egyszerűen csak szeretsz segíteni másoknak. Szeretsz egy jó társaságba tartozni, szeretsz bulizni. Én nem tudom, miért akarnám majd közénk tartozni. De azt javaslom, hogy ha még nem döntöttél végérvényesen, ha még egy-két kétely van benned, szóljanak, aki ezt a videót elküldi neked, vagy aki téged éppen mentorálni szeretne, szponzorálni szeretne, és beszéljetek ezt, hogy mi lehet a te miértet. Ha itt vagy már régóta közöttünk, én szerintem mindig vedd elő a miérteket. Mert lehet, hogy amiért annak idején csatlakoztál, az most már nem annyira fontos, vagy már rég megoldódott. Ugye a saját sztorid, a mostani sztorid, azt kell kérdezni, hogy ez lesz az a miért, ami téged itt fog tartani, mozgatni fog. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó kaland, és teljesen mindegy, milyen korosztály vagy, melyik négy nagy csoportba tartozol, mindegy, hogy milyen élethelyzeted van. Azt tudom nekem mondani, hogy ma a Forever lehetősége a miértjeidre egy nagyon kielégítő pipa választ tud adni. Ugye azt kell neked, hogy agyalj sokat a miérteken, lehet sok miértel is, bármilyen variációba, beszélj meg azzal, aki téged segít ezen az úton, szponzorál, mentorál, hogy ezekről a miértekről a kérdéseidre a Foreverrel milyen választ tudtok találni. És azt mondom, hogy ez egy hihetetlen kaland lesz és jó utazás, úgyhogy nagyon várom már, hogy találkozunk a rendezvényeinken, a következő 6.-10-én jövő héten vasárnapon a DTG-s tart, nagyon tudom neked javasolni, egy abszolút klassz rendezvény, illetve a többiek is természetesen találkozunk. Várunk bennetek a Zsolt & Zsolt Spiriten, hétfőn, szerdán és pénteken. Jövő héten szerdán meglepetés előadó Dósa Niki fog nektek egy sikersztorit mesélni. Kellemes hétvégét mindenkinek! Találtok meg a miértet. Jó hétvégét, sziasztok!